közösséget építünk. Nem csak országosan, hanem helyben is, ezért nagyon tiszteljük és becsüljük azokat a városvezetőket, polgármestereket, akik hasonlóképpen gondolkodnak, mint mi. És azt gondolom, hogy itt az önök városában a közösségépítés ügyben nagyon sok minden történt az elmúlt időszakban, és ezért én jó lelkiismerettel érvelek a polgármester úr mellett, és megnéztem ezt az éves beszámolót, amit a városvezetői készítettek Dunakeszi mögöttünk hagyott 2013-as évéről, a polgármesteri beszámolónak hívják, úgyhogy megértem Diósirot, hogy itt akar maradni. Ez először is egy szép város, másodszorban egy dinamikus város. Látom, hogy nő a népessége, látom, hogy fejlődik, itt van kihívás egy fiatal ember számára.